A háború után én egy különös vállalkozásba fogtam, mert ugyan már nős voltam, de nekiindultam az egyetemnek, és ott is egy roppant praktikus szakmát választottam, nevezetesen a szociológiát, filozófiát és a lélektant. Hát ennek a hátterében azért az állt, hogy egész mióta kezdtem tudatosodni, érdekeltek ezek a kérdések. Másrészt a háború, az egész katasztrófa óriási benyomással volt rám, és azt gondoltam naív fejjel, hogy majd a tudomány nekem választ fog adni, hogy hogy is történt ez az egész, és mi lehet ebből a kibontakozás. Hát így iratkoztam be az egyetemre 46 őszén angol fogság után. Na de hát ez nem ment sokáig, úgy 48 őszén tudtomra adták, hogy én nem vagyok ott kívánatos elem az egyetemen, és úgyhogy el kellett jönnem, és akkor kezdődött ez a szabályos ludovikás élet sors, tehát hogy segédmunkás, hivatalnak, innét rúgnak ki, onnét rúgnak ki. És akkor volt egy év, amíg benn voltam itt a néphadseregben is, onnét is kirúgtak, de tényleg kirúgtak. Még szerencsére nem kaptam kötelet, a Farkas Mihálya volt egy összeütközésem. És utána azt egy kórházban voltam, ilyen segédmunkás, fűtő, hullaszállító, meg ilyen dolgokat csináltam. Na, de ez a dolog az arra nagyon jó volt, hogy rengeteg szabadidő volt itt. És rengeteget olvastam, és egy tömeg cédulát tudtam megírni, tehát jegyzeteket csinálni, amit aztán én nagyon jól tudtam értékesíteni, úgyhogy ebben a segédmunkás állapotomban már publikáltam hadtörténelmi tárgyú cikkeket. Az Osiris könyvkiadó elindít egy monográfia sorozatot, amely a magyar történelem és magyar irodalom nagy személyiségeivel foglalkozik, és ennek a vállalkozásnak a keretében szeretnénk megjelentetni Zrínyi Miklósról és koráról írott könyvedet, amely, ha jól emlékszem, 1965-ben jelent meg először. Te azt mondtad, hogy ebből az alkalomból bizonyos értelemben át is dolgoznád, ki is bővítenéd a könyv anyagát. Mi indokolja ezt? Abban az időben, amikor én elkezdtem a hadtörténeti írást, akkor volt egy pár tabu téma, amivel, hát, hogy mondjam, jó lelkismerettel nem nagyon lehetett foglalkozni. Ez volt a második világháború, ami kézenfekvő lett volna, hogy azzal foglalkozzam, hát részt vettem benne. A másik a 48-49, tehát a szabadságharc. Tudjuk, jól ismert, hogy a szabadságharcnak a történetet mély mértékben megterhelte a marxista bigotéria, a marxista elfogultság. Tehát azzal se lehetett foglalkozni. Tehát kézenfekvőnek tűnt, hogy miután a múltamból következően Zrínyi egy nagy személy volt számomra, hogy hát Zrínyivel foglalkozzam. És ami aztán bebizonyosodott a foglalkozás
során, hogy tulajdonképpen a hadtörténet módszertan a szempontjából rendkívül jelentős volt, mert Zrínyi a háborút azt nem önmagában szemlélte, és magát a katonai mesterséget, hanem ő mögé rajzolta, és egyáltalán írása mindig bele kombinálta, bele szőtte a társadalmat. És ez természetesen következett abból, hogy földbirtokos is volt, politikus is volt, tehát a háborút el tudta helyezni a társadalmi közegbe. Tehát kerülted a tabu témákat, de amennyiben Zrínyi máig időszerű, akkor egy újabb tabu témába botlottál, hiszen végeredményben Zrínyi politikai, katonai koncepciója Magyarország függetlenségét, Magyarország függetlenségének az újra teremtését szolgálta, amit ugye a török romba döntött, hiszen Zrínyinek az alapkoncepciója az volt, hogy legyen újból ugye nemzeti függetlenség, nemzeti hadsereg, ami a maga korában rendkívül újszerű gondolat volt, és legyen végül nemzeti királyság. Kérlek szépen, ez a marxista csalafintaság, hát, hogy ilyen területére tartozik, tudnélik, hát amint te is nagyon jól tudod, itt azért lehetett hát a nemzeti kérdésekről beszélni, és ezt az ideológia, ezt felhasználta, tehát a nemzeti múlt, a nemzeti függetlenségről lehetett tárgyalni, csak azt nem lehetett érinteni pontosan, és Isten ments egy olyan összehasonlítást tenni, hogy tehát most függésben vagyunk, elnyomás alatt vagyunk, és lám Zrínyi idejében függetlenek vagyunk. Ez az egy magyar eszmény, ami ugyanakkor európai horizontú gondolkodót is reprezentál, ez foglalkoztathatta mindig a magyarság legjobbjait. Ugye tőle ered, pontosabban Széchenyitől ered ez a mondás, hogy egy nemzetnél se vagyunk alábbvalóak. A kutatás, az irodalomtörténeti kutatás kimutatta, hogy ez Zrínyiből jön. Szinte szó szerint Zrínyiből merítette Széchenyi is. Tehát az, amit Zrínyi megtestesít, ide akarok kiukadni, az egy kontinuus magyar program. Ez ragadott meg engem is, a könyvemben külön fejezet van, a szigeti veszedelem katonai tanulságai. Itt főleg a lélektani tanulságokról van szó. Hát nagyon érdekes a korban, hogy a hadakozó emberek tulajdonképpen milyen reálisan látták a félelem-bátorság viszonyát. És erről Zrínyi a szigeti veszedelemben hallatlan érdekes dolgokat ír, és tulajdonképpen a modern hát, pszichológiai és fiziológiai kutatásoknak megfelelően tudta ő, hogy más az megijedni és más félni. Tehát a félelem az egy normális hát, jelensége az életnek, és egy figyelmeztető jel a bajra, amitől tulajdonképpen a szervezet egy ilyen hát fölfogodott energia befektetéssel tud reagálni, és ez más, mint az ijegység. Ezt ő Delividnek a párviadalánál mutatja be, és írja, hogy Delivid fél, de nem ijed meg. És ez roppant tényleges dolog. Ugyanakkor a szigeti veszedelem az egész korabeli hadászatnak, taktikának egy óriási tanítókönyve tulajdonképpen. Egyébként divat volt a korban, hogy költők írtak ilyen oktató, hát katonai oktató műveket. Hát például Tinódinak eleven, illetve eredeti célküldése volt ez. Úgyhogy a szigeti veszedelem, mint katonai tanulság is rendkívül fontos. Úgy érzem, hogy Zrínyi nem csak jelkép, hanem valamilyen vonatkozásban eleven örökség is. Ugyanis a munkáiban egyrészt ő is tolhegyre tűzi azokat a magyar hibákat, békétlenséget, egyenetlenséget, széthúzást, civódást, viszályt, amit századokon keresztül az egész magyar szellemi élet legjobbjai kipécéztek, kipellengéreztek. Másrészt az is nyilvánvaló, hogy a kor, a mi korunk
legnagyobb nemzeti problémáit is csak egy összefogás árán, és úgy tudjuk megvalósítani, hogyha figyelembe vesszük az európai realitásokat, az európai viszonyokat, ezekkel meg kell találnunk a kapcsolatot. Zrínyi hallatlan bírálója volt a magyar szempontoknak. Én könnyebben le is írom, hogy ő, amit ő a török áfiumban a magyar katonai viszonyokról, a magyar katonaság viszonyairól ír, az arcspirito, hogy úgy mondjam. Szóval ezért követelt ő nemzeti hadsereget. Ezért követelt ő nemzeti hadsereget, egy olyan hadsereget, amelynek a létezése alá van támasztva gazdaságilag, pénzügyileg és szervezetileg. És hát a kiképzés volt számára a másik nagyon fontos tényező. Tehát Zrínyi nagyon kiméletlenül megmondta az igazat, de megmutatta a kibontakozás, a megoldás útját is. Ben kerültem be a Soproni katonaiskolába, 10 éves voltam akkor, és a családi körülményeket tekintve ez volt az egyetlen megoldás, hogy tulajdonképpen tovább tanulhassak, mert hát 8 gyermekes család voltunk, és erre az időre teljesen kifogytak a család tartalékai. 34-ben, amikor én kerültem oda, egy teljesen átalakult szellemiség uralkodott a kőszegi iskolában, aminek oka a Klebersberg féle reform befejezése volt, a bethleni konszolidáció, az ország talpraállása és konszolidációja, no meg néhány karizmatikus tanár, akik kialakították az ottani új, a régi poroszos és monarchia szellemiségtől elütő, kicsit angolos színvezetű college rendszert. Úgyhogy én, amikor oda kerültem, barátságosan fogadtak, tiszthelyettesi uralom nem volt, és a társai nemhogy kiközösítettek volna, mint már 4 éve ott működő öreg rókák, hanem inkább segítettek a beilleszkedésbe. Ez a katonai nevelés, amit mi ott kaptunk, a maga szigorával azért olyan fogódzókat termelt ki bennünk, ami az életben való eligazodást később nagyon is erősítette, nem beszélve arról, hogy mennyire megalapozta a tiszti pályának a követelményeihez, mennyire alapot adott. Hát elsősorban is, hát ugye rendkívül erős volt a hazafias nevelés. Tehát számunkra Trianon egy olyan sérelem volt, amit mindenképpen helyre kell hozni, akár életünk feláldozása árán is. És ha már itt tartunk, akkor tényleg emlékeztetni kell arra, hogy a mai emberek számára, a mai világ számára egy tökéletesen érthetetlen magatartás jellemzett minket. Számunkra a hazáért élni és meghalni az természetes parancs volt, és természetes követelmény és elfogadottság volt. Tehát oly mértékben föloldottunk mi a hazafias érzésbe, hogy számunkra az élet föláldozás az égen világon semmi különösebb problémát nem jelentett. Így mentünk a frontra is, és így teljesítettük a kötelességünket. És ez természetesen azt jelentette, hogy kifejlődött bennünk egy bizonyos autoritás tudat is. Tehát az, hogy nekünk feladatunk van,
és ezt a feladatot csak is fegyelmezett katonákkal tudjuk elérni, azon olyan fegyelmezett katonákkal, akik föltétlenül engedelmeskednek nekünk, mint ahogy mi is föltétlenül engedelmeskedünk a felsőségnek. Egy hadseregnél nem a tudás és a műveltség a fontos, hanem a helytállás, az összetartás és a jellem kiképzés. És nagyon jól tudjuk, hogy apáink, édesapám Ludovikát végzett és a közös hadseregben is szolgált, hogy üres óráikban nyilván nem Beethoven szimfóniáit hallgatták a bécsi operaházban, és nem Spinozáról vitatkoztak magánéletükbe, de épp úgy gondolkodás nélkül adták az életüket a hazáért, mint hogy az én édesapám is egész életére egy 100%-os hadirokkant volt. A népi írók hatására folyt egy ilyen óriási szociográfiai, szociológiai kutatás és felismerés, hogy valójában a Magyarországon nagyon súlyos reformokra lenne szükség. Mi ebbe a légkörbe kerültünk bele, és elkezdődött egy érdekes politizálás, társadalmi, szociológiai és egyéb ilyen véleményalkotás, politizálás, amely abban nyilvánult meg, hogy egyszerűen ilyen szemináriumokat szerveztek egyes okosabb és olvasottabb akadémikusok. És ezt esténként a kaszinóban csináltuk, szabályos referátumokkal, meg hozzászólásokkal. Na most erről valamilyen formában, vagy valamilyen úton a Szombathelyi Tudomás szerzett, és egyik este bejött a kaszinóba, és rendkívül udvariasan, még engedélyt is kért tőlük, hogy szabadjon neki részt venni ezen az értekezleten, ami rettentő furcsa volt, az ő rendkívül katonás és nyers egyénisége ismeretében. És akkor meghallgatta az első referátumot, és akkor egyszer csak fölállt, és szót kért, ez megint egy rendkívül furcsa dolog volt, és akkor azt mondta, hogy ő rettentő boldog, hogy az ő akadémikusai ilyen műveltséget, művelődni akarók, és ismereteket igénylik, de akkor fogta, és kezében volt egy könyv, amiről messziről fölismerhető volt a kötéséről, hogy ez a szolgálati szabályzat. Ezt hatalmas lendülettel fölkapta és lecsapta az asztalra, és azt mondta, na de akadémikusok, itt a szolgálati szabályzat, amely megmondja, hogy egy tiszt mit tehet és mit nem tehet, és hogy a tiszt nem politizálhat. És akkor rendkívül érdekes, még ma is a fülemben van, ahogy a következőket mondta, azt mondja, ne legyenek maguk intellektuál tisztek, azt mondja, hanem legyenek olyanok, mint a kragujeváci vadszerb tisztek. És én ezennel ezt a szemináriumot beszüntetem. Az az egyéniség, amit a Szombathelyi mutatott, az örök életemben megmaradt, és az a benyomással a kötelesség mindenáról való teljesítése, a becsület, a szakmai tudás, a fegyelem, amit ott tulajdonképpen az a hatás, amit az egyéniségéből ránk hatott, ez megmaradt bennem, és tulajdonképpen minden vonatkozásban, amit én, mint hadtörténetben is végeztem, ott valahol ott érzem a Szombathelynek a hatását. Alá szolgálja. Szervusz.
Hát akkor én itt Pesten éltem a családomtól külön, és tulajdonképpen a családot ti jelentettétek. Ahova bármilyen gondommal és bajommal mehettem, hát és ezen kívül természetesen a tudományos szakmai kapcsolat rendkívül jelentős volt közöttünk. Nehéz elképzelni, hogy 1947-48 telén, tavaszán milyen élénk szellemi élet és milyen viszonylag szabad vita fórum is lehetett az Pázmány Péter Tudományi Egyetem Társadalomtudományi Intézetében, ahol az ott lévők, rajtunk kívül a legjelentősebb a későbbiek számára, a Harsányi János, a későbbi Nobel-díjas, azzal foglalkozhatott, hogy tulajdonképpen a polgári szociológia nagy alakjait ismertesse meg az intézet többi tagjaival, és e körül folytak teljesen szabad viták. Ez azonban 1948 nyarára véget ért. Hát ez a Szalai Intézet egy érdekes intézmény volt. Egy rendkívül termékeny légkör volt ott. Én nagyon sokat kaptam a Szalaitól, hát egy egész új világot tárt föl előttem. Hát ugye katonaiskolát végeztem, Ludovikától jöttem, hát mi társadalmi, szociális kérdésekkel bizony hát nagyon kicsit foglalkoztunk. Én olvastam azelőtt valamit, de hát itt tulajdonképpen egy egész új világ tárult elém. Na most, ami a Szalainál érdekes volt, hogy nem erőltette a marxizmust, pedig hát szociáldemokrata volt. Fölhívta a figyelmet Engelsnek a katonai hadtörténeti munkásságára. Hát Engels egy egészen kitűnő katonai szakértő volt, és tulajdonképpen itt kapott értelmet, vagy itt fejeződött ki igazán az, hogy nekem az egyetemi, hát mondhatnám kirándulásom, mert hát ő mindössze 2 évig tartott, azt jelentette, hogy a hadtörténelmi katonai érdeklődésem, hadtörténelmi érdeklődésem megkaptam egy társadalmi szemléleti bázist. Tehát a katonai dolgokat be tudtam helyezni a társadalomba, tehát azt a régi igazságot, hogy nem önmagában van hadsereg, hanem a társadalommal együtt, illetve a társadalom állítja ki a hadsereget, és fegyverek kellenek a hadsereghez, a háborúhoz. Tehát mindez tulajdonképpen ilyen szempontból Engels olvasása rendkívül fölvillanyozó volt, és hát inspiráló. Számotokra Harsányi János is, te számodra talán nem jelentett annyit a Szalait. Hát végülis egy bázeli egyetem után olyan túlságosan új dolgokat talán nem hallottál, de azért az nyilván elismered, hogy tudta animálni, tudta lelkesíteni az embereket. És volt egy-két olyan ötlete, ami később aztán egy évtized múlva megint kamatozott. Az egyik volt, emlékszel, a lánggyári. A lánggyári fölvétel, ami az első igazán komoly szociológiai vizsgálat volt. Én akkor találkoztam először munkással. Igen. Munkás családdal. Az ő tudomány szervezői munkássága valójában jelentős volt. Ugyanakkor az emberi magatartása velünk szembe azért talán emlékszel rá, hogy ő a tőlünk való megszabadulás, tehát erős nyomás alá helyezték őt, tehát követelték szinte, hogy a Harsányt, a Perjést és hát téged menesszen, mert hát ezt a polgári hát ideológiát és fölfogást terjesszük, volna mondták, és ő ezt nagy, hogy mondjam, számára ez egy erős problémát jelentett, és emlékszem, először a Harsányinaval közölte, hogy hát János, nem tudok mit csinálni, és ugyanígy velem is. Tehát ő egyáltalán nem nagy lelkesedéssel végezte ezeket a ugyan tisztogatásokat, ez kétségtelen. Szalai, amikor 1956-ba kikerül a börtönből, akkor először azt hiszem neked szólt, hogy szeretne velünk találkozni.
és azokat kereste, akik nem lettek sárosak az alatt, az idő alatt, amíg ő benn volt a börtönbe, és így kerültünk mi reflektorfényben nála. A Harsányiról nem lehetett szó, mert az már kim volt akkor, 50-ben ment ki Ausztráliába, majd már akkor Amerikába, ha jól emlékszem, a Detroiti Egyetemen volt professzor, Szabó Dénes is kim volt már Franciaországba, tehát a régi tanítványok közül tulajdonképpen mi maradtunk. Következő állomás, ami nagyon jelentős volt, amikor a statisztika hivatalban az általat végzett munkához, amely egy nemzetközi statisztikai összehasonlítás volt, bevontál ilyen bedolgozónak. Ez már az akadémiai státusom elnyerése után volt, amelynek hát az volt a különlegessége, hogy az a státus az azzal járt, hogy egyben egyetemi oktatást is kell vállalni. Azonban, hogy eljutott hozzám, Andics Erzsébet oly mértékben fölháborodott azon, hogy egy volt ludovikás tiszt megrontsa a hímes lelkét a fiataloknak, hogy ez nem teljesülhetett. Úgyhogy én tulajdonképpen 2-3 évig a levegőbe lógtam, kaptam a fizetést az akadémiáról, de sehol nem dolgoztam hivatalosan, otthon dolgoztam rengeteget természetesen. És ebben a helyzetben a te meghívásod erre a foglalkozásra kitűnő volt. Egyrészt tényleg érdekelt a statisztika, másrészt pénzt is kaptam érte, és harmadrészt pedig ezen a kapcsolaton keresztül szerveződtem én be a statisztikai hivatal könyvtárában működő statisztika történeti statisztikai csoportba. És például a Bibó István tulajdonképpen ebbe az időbe jött a... Nem sokkal, hát ugye később a Bibó, mikor kiszabadul a börtönből. Mikor kiszabadul a börtönből. Akkor ő is oda kerül. Szóval ez egy gyűjtőhelyévé válik a statisztikai hivatal azoknak, akik kikerülnek a börtönből, és munkalehetőséget akarnak, engednek nekik. Például Andorka Rudi is egy ilyesfajta jelenség volt. Tehát szóval tulajdonképpen egy menedékhelyé vált a statisztikaival, mint ahogy az akadémia is abban az időben nagyon tisztességesen viselkedett, legalábbis velem szemben. Igen. Mert hát én 57. februárban kaptam meg a státust, hát mi akadályozhatta volna meg őket, hogy azt mondják, hogy ha ezt az embert az egyetem nem akarja alkalmazni, akkor nekünk is rá szükségünk. Nem mondták, és hagytak élni. Szóval ezek érdekes dolgok voltak, és a kor történetéhez hozzátartoznak ezek a jelenségek. Mohács könyvem kéziratával körülbelül 1977-78-ban lettem kész, és akkor hát elindult a szokásos módon a lektorálás és a véleményezés, és a kiadó, a Kossuth kiadó a lektori vélemények alapján elutasította a kiadást. A lektorok helytelenítették ezt a felfogásomat, tehát azt, hogy a töröknek volt egy olyan elgondolása, tehát konkrétan Szulejmánnak, hogy tehát Magyarországnak az önállóságát, vagy fél önállóságát megtartják. És ezt a lektoraim Ezt nem fogadták el, ezt a koncepciót. Az egész Mohás kérdésben rendkívül fontos és nagyon érdekes probléma az, hogy amint a forrásokból kiderül, itt a magyar vezetésen belül két stratégiai felfogás állt szembe egymással. Az egyik, a király és a környezete azt tartotta, hogy a magyar hadseregnek semmilyen esélye nincs arra, hogy győzelmet arasson, vagy akár, hogy kivédje a töröknek a támadását, mert hát akkora volt a török hadsereg erőfölénye. Ezzel szemben volt egy másik felfogás, amely igenis, mondhatnám, elbizakodottsággal a csatát akarta, és ez a középnemesség volt, és az a nemesség, amely a határokon szolgált, mint katona, és hát nap mint nap harcolt a törökkel, és bizonyos fölény érzete
volt a török felett. Amikor a török sereg erre a teraszra ért, tehát innét délről indult el a Karassó melletti táborából hajnalban, mire ide ért, akkor egyrészt a török sereg eléggé elfáradt, olyan mértékig, hogy utána táborozást kellett elrendelni a török vezérletnek. A másik pedig, hogy ez az akadály, ez a terasz olyan akadálynak tűnt a török vezetés számára, hogy teljes zavarba jöttek. A török krónikások elmondásából ez a zavar tökéletesen rekonstruálható. Tehát össze-vissza beszélnek a török vezetők, de a dolog magja az, hogy ezen a teraszon nem tudnak leereszkedni, legalábbis nem csatarendben. Ezért hozzák az elhatározást, hogy a csatát másnapra halasztják, és aznap még csak táborozni fognak, de itt len a Pohácsi mezőn. Tehát a török sereg egyik része, a ruméliai sereg leereszkedett itt a lejtőn, és elkezdett táborozni. Na már mostan Tomori, aki éppen arra számított, hogy a török sereg nem fog egyszerre beérkezni, tehát hogy egy tulajdonképpen túl erőt képezhet a töröknek a szétszórt csapataival szembe, ekkor látva a táborozást, el akarta indítani a támadást. Most következett be egy óriási hiba, mégpedig az, hogy a király környezetében lévő urak rávették a királyt, hogy hasonlóan, ahogy a törökök, ők is vonuljanak táborba. És a király, aki hátrébb volt, mint Tomori, előre küldött egy futár Tomorihoz, hogy táborba vonulunk. Erre Tomori kétségbe esetten sarkantyúzza meg a lovát, és rohan hátra, vágtázik hátra, és mondja a királynak, hogy most a legkedvezőbb az alkalom, mert most még egyelőre túlerőben vagyunk. Na most nem tudjuk azt, hogy mennyi időbe telt ez a hátranyalgarás, és mennyi időbe telt az a vitatkozás, ami feltehetően Tomori és a király, illetve a király környező urak között volt. Minden esetre, ha meggondoljuk, hogy a korban páncélt levenni és páncélba öltözni az nem volt kis művelet, akkor el tudjuk képzelni, hogy ez az időveszteség, amivel ez a hátranyargalás, illetve a király parancsa jelentett, ez jelentős lehetett, mert azt a forrásokból tudjuk, hogy amikor a támadás megindult, akkor a király akkor tette föl a sisakját, tehát akkor öltözött be tulajdonképpen a páncélba. Lényeg az, hogy mire ez az egész véget ért, mondom, nem tudjuk, hogy mennyi ideig tartott ez a vitatkozás, mire ez véget ért, és Tomori ellovagolt újra a csapatához, az első vonalba, és elrendelte a rohamot, ez a roham még nagy-nagy sikerrel járt. Itt a török sereg, amelynek a közepén vagyunk most, ahol állunk körülbelül, tőlük balra volt a Majsra támaszkodott a ruméliai sereg, és jobbra volt az anatóliai sereg, itt közepen a szultáni zsoldos sereg volt. Tehát amikor a magyar jobbszál, ott Majs környékén lerohanta a török táborozó sereget, a ruméliai sereget, akkor Tomori azt a közlést küldte hátra a királynak, a győzelem miénk, és támadjon a király környezete is, az ott lévő páncélos lovagok. Úgyhogy a kilátások a legjobbak voltak, de akkor két váratlan dolog következett be. Az egyik az, hogy a magyar csapatok között urrá lett a szokásos zsákmányolás, tehát ott maradt török katonáknak a felszerelését kezdték zsákmányolni, de ez volt a kisebbik baj, és talán nem is volt annyira általános, mert ahogy a krónikák mondják, a másik volt a nagyobb baj, az pedig az volt, hogy amit előbb elmondtam, ez a bizonyos vitatkozás, a táborba menés, vagy pedig a csata megkezdése körül, ami lefolyt Tomori és a király környezete között, ez úgy látszik olyan sok idővel járt, hogy a szultáni sereg, amely akkor még nem is látszott, mikor elindult a roham, ez beérkezett, és leereszkedve a lejtőn a janicsárság óriási tűz alá fogta a magyar csapatokat, és ez idézte elő a óriási veszteséget, és magát a pánikot is.
Amint tudjuk, a környezete a királyt ki akarta menteni a csatából, a csata hát fergetegéből, és elvágtáztak, egészen eljutottak a Csele patakig. Ott azonban a nehéz páncélba öltözött király lova valamiképpen hát belezuhant a megáradt Csele patakba, és a király, mint tudjuk, ott halt meg. Maga a csata katasztrofális hát eredménnyel végződött, ugye hát meghalt a király környezete, vagy 28 főúr, tehát tulajdonképpen az egész Magyarországnak az adminisztrációja majdnem, hogy elpusztult, 500 nemes, és vagy 15-20 ezer közvitész pusztult el, és ha már vitatárgya az, hogy tulajdonképpen a Mohács nemzedéke hogy viselkedett, tudjuk jól, a történeti kritika gyakran elmarasztalja ezt a nemességet. Azt azonban megállapíthatjuk ezekből a számokból, tehát hogy 500 nemes és 28 főnemes esettel, hogy lehetett ez a nemesség könnyelmű, meggondolatlan, de hogy a halálos nyargalásban az élen lovagolt. Hallottam én a Kardos Györgynek a nagyvonalúságáról, mondom, próbálkozzunk meg a magvetőkiadóval, és írtam egy levelet, melyben vázoltam, hogy a lektorok negatív véleménye miatt a gondolatkiadó elutasította a kiadást. Erre a Kardos válaszolt nekem, azt mondja, minket a gondolatkiadó véleménye nem érdekel, és a könyvet ki fogjuk adni. Hát így jelent meg a magvetőnél a Mohács könyvben 1979-ben. Engem Hausner Gábor kért fel, hogy írjak bevezetést Perés Géza tanulmánykötetéhez, az életművéből válogatott legfontosabb fejezeteket összegyűjtő kötethez, a Seregszemléhez. Hát én mondtam, hogy ez nagyon nehéz feladat, mert én a Gézát nagyon régen ismerem, 1958-ban egy történettudományi intézeti vitában tűnt fel, Géza szinte berobbant a magyar történetírásban, ahol a Kuruc-Labanc kérdésről volt szó, és a hamisított Kuruc-balladák ügyében egy óriási nagy vita bontakozott ki. Én úgy jutottam a Tali Kálmánnak ehhez a Álkuruc balladáihoz, hogy azt hiszem, hogy maga figyelmeztetett rá, és Esze Tamás, az a kacagányos, díszruhás és hát rendkívül vitéz Kuruc katonák azért mások voltak, mint amiket ő leír. Tehát tökéletes mértékben kihagyta a történeti valóságot ebből az ábrázolásból. Mert amit említette, ez a lélektani része a dolognak, tehát az teljesen nyilvánvaló volt, főleg aki háborút járt ember, hogy a félelem az egy egészen természetes jelenség, és aki azt mondja, hogy a háborúban nem félt, az vagy hazudik, vagy nem normális, mert nem érzékeli a félelmet. Na most ez az, ami tökéletesen hiányzik a Tali Kálmánnál, ez a fölismerése annak, hogy nincsenek abszolút hősök és rendíthetetlen katonák, hanem igenis félő katonák vannak, és más csak az a kérdés, hogy a hadsereg milyen lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a félelmérzetet leküzdjék, és hogy magában a katonában mennyi az a motiváció, ami arra készíteti, hogy a félelmérzetét leküzdje. Igen sok irányban új vizsgálatok indultak meg. Hát ilyen vizsgálat volt például Perés Gézának a mezőgazdasági termelés, hadviselés kérdése. Úgy ez is teljesen hiányzott a korabeli, a régebbi magyar történetírásból, hogy mondjuk egy háborúnak megvannak az olyan anyagi feltételei, ami például az élelmezés. Az a kérdés, hogy egy országnak a lakosság létszáma, az mennyire tudja meghatározni azt, hogy mennyi hadsereget tud eltartani? Kiderült a vizsgálatok folyamán, hogy valójában a korban, Európában, tehát a 17. századról beszélünk, nem volt olyan
vidékkel Európának, amely tulajdonképpen el tudta volna látni a hadsereget, tehát hogy a hadsereg a helyszínen kapta volna meg az élelmét. Onnét szerezte be nagy részét, azonban az nem volt elég, amelyet ott megtermeltek, tehát a korabeli termés eredmények sokkal csekélyebbek voltak. Úgyhogy egy óriási adminisztrációs szervezetet kívánt a hadseregnek a föntartása, és tulajdonképpen a stratégiát is nagy mértékben meghatározta ezt a körülményt, mert a hadvezér nem azt csinálta mindig, amit a adott katonai helyzet megkívánt, hanem azt csinálta, amit lehetett, amit pedig az élelmezés megengedett. Tehát ő egy bizonyos távolságnál túl nem mehetett, mert akkor már nem tudta őt követni a társzekerek, amik az élelmezést szállították. Hát ha megvizsgáljuk Perizs Gézának az 1960-as, 70-es években írott munkáit, abban bizony nagyon sokszor előfordul ez a komplex látásmód, és ő ezt igen alaposan és sokoldalúan vizsgálva a jelenségeket igyekszik érvényesíteni is. Úgyhogy az az érdekes, hogy Perizs Géza hadtörténész és művelődés történész, de ugyanakkor megfogalmazott olyan kérdéseket, amelyek azt lehet mondani, hogy évtizedekig foglalkoztatják a történetírást. Nekem nagyon érdekes volt a Clausewitzről szóló első könyved, ugyanis ez volt a számomra az egyik első olyan olvasmány, amiből éppen az derült ki, hogy a háború az nem egyszerűsíthető le csupán matematikai jellegű képletekre és csupán a számok egyszerű törvényszerűségére, hiszen hogyha jól értelmezem, akkor Clausewitz talán az első olyan teoretikus, aki a háborúban ezzel a bizonyos reziduális tényezővel is számolt, tehát hogy mennyi esetlegesség, mennyi véletlen és mennyi számszerűen nem mérhető tényező befolyásolja a háborúnak az alakulását. Először jelentette ki, hogy a háború egy valószínűségi, stohasztikus folyamat. Ennek levonta a konzekvenciáit a katonai döntés szempontjából is. Tehát, hogy a katonai döntés, mint általában persze minden döntés, az nem mozoghat a formális logika útján, hanem a valószínűségi logikára kell, hogy támaszkodjék, és ami hát döntő, hogy Clausewitz mutatta ki, amit hát más hadvezérek is hát mondogattak, de ilyen szervesen az elméleti anyagban senki nem építette be, hogy mit jelent a karakter a háborúban. Mert a háborús döntés hát nem nagyon különbözik másfajta emberi döntésektől. A folyamatok ugyanazok, helyzetmegítélés, mérlegelés, és elérkezünk a döntéshez. Igen ám, de a háborúnak van egy különleges atmoszférája. Egy harci cselekménynek a kimenetelét ugye alapvetően meghatározzák az anyagi tényezők, tehát hogy hány katonán van, milyen fegyverzettel rendelkeznek, milyennel rendelkezik az ellenség. Ugyanakkor vannak nem anyagi jellegű tényezők, és itt nagyon sok múlik azon, hogy milyen a parancsnoknak a karaktere, vagy egyáltalán mennyire hiteles maga az információ átadás, ugye egy parancs kiadásnál nem mindegy, hogy milyen módon történik ez a dolog. Erről neked van valami fajta közvetlen tapasztalat? Hogyne. Nekem volt egy konkrét élményem a fronton, hogy egy nagyon-nagyon keserves, rossz helyzetben kellett egy feladatot végrehajtani, és azt nekem egy vezérkari tiszt közvetítette, aki amikor ezt a parancsot átadta, az arca hófehér volt, és a szája lila volt, és remegett. Tehát a helyzet annyira súlyos volt, hogy teljesen ránehezedett ez a helyzet. Na most én is sejtettem, kapiskáltam én valamit, hogy itt valami nagy baj van, de amikor ezt az arcot megláttam, mondhatnám, megrémültem. Tehát ez az, amire Zrínyi azt mondja, hogy a kapitány homloka tükrözze a nyugalmat, az orcája tükrözze a nyugalmat, mert tulajdonképpen, ha érzékelteti
a maga aggodalmait, a maga szorongásait, akkor az fokozott mértékben jelentkezik az alárendeltnél. Nagyon közelről érint téged a Görgei Kossuth vita. Lehet-e két karakter ellenkezőbb, mint ez a két ember? És Görgei csak úgy lehetett jó hadvezér, amilyen az ő karaktere volt. És Kossuth azért lehetett politikus, jó politikus, amilyen az ő karaktere volt, tehát nem mindig azt mondta, amit csinált, és nem azt mindig csinálta, amit mondott. Tehát a politikának az a kisegítések művészete. Másképp nem lehet. Ugyanakkor érzek én itt egyfajta paradoxon, sőt nem is egyet, hanem ha úgy tetszik mindjárt kettőt. Ugye Petőfinek van az Előre című verse, amiben így fogalmazza meg ezt a fajta helyzetet, hogy véres a föld, lábam alatt lelőtték a pajtásomat előre. Ugye, hogyha ezt lefordítjuk a katonai szaknyelvre, akkor az azt jelenti, hogy lehet, hogy elesett mellettem a pajtásom, de miután a parancs úgy szól, ezért tovább kell menni előre. Ebben a helyzetben ugye nem működhet ez a fajta szolidaritás. Hát rettentő nehéz dolgokat kérdezel. Most mondjuk, ami a Petőfi képet illeti, teljesen reális, amit Petőfi ír, mert mégiscsak az első a csatában, a háborúban a feladat elvégzése. Tehát, ha arról van szó, hogy a barátod ott fekszik melletted sebesülten, ugyanakkor hát folytatni kell a támadást, akkor természetesen a támadást folytatod. Szerinted humanizálható a háború? Nem. A háború egy brutális mesterség, és a humanizálni az azt jelenti, hogy tulajdonképpen megfosztod a saját csapatodat olyan eszközöktől, amelyek egyébként használják. Én mondok egy konkrét példát. Egyszer támadnom kellett egy falu ellen a kína fronton, és hát hogy megy egy ilyen támadás, hogy az ember előkészíti, mivel készíti elő? Hát nekem aknavetőm volt, meg gépágyom volt, azzal. Igen ám, de egy orosz falu az általában faházakból áll. Úgyhogy amint megkezdtük ezt a tüzérségi előkészítést, vagy tűzelőkészítést, pár perc múlva, mint egy fáklya lobogott az egész ház. És akkor volt egy szörnyűséges élmény, amikor lezajlott az egész akció, és bevonultunk a faluba, akkor egy orosz paraszt jött felén, föltartott kézzel, és nyilván átkozott engem. A földjutott a falját. Ennek ellenére nem éreztem, megrendülést éreztem természetesen. De lelkismeret furdalás nem, mert én egy kényszerhelyzetben voltam. Én nem mondhattam le a tüzérségi támogatásról, mert arról volt szó, hogy Varga János, Kovács Feri és a többiek életét kiméljem. Ez volt az én dolgom és a felelősségem. Én nem az orosz falunak az épségét kellett, hogy őrizzem. Sőt, a háború logikájából kifolyólag nekem ezt a falut, mondhatnám, le kellett rombolnom, nem az volt a cím, leromboljam, de legalábbis az ott befészkelt ellenségnek az akcióját akadályozzam. Hogy mindenfajta szakmának van valami fajta formális és informális értékrendje, a formális az a tudományos fokozatokon, pozíciókon és egyebeken mérendő. Az informális értékrend viszont az, hogy kit tartanak meghatározó személyiségnek az adott szakmában. És nekem valahogy mindig az volt az érzésem, hogyha megkérdeznék a magyar hadtörténészeket, vagy a magyar történészeket, hogy ki a legnagyobb élő magyar hadtörténész, akkor nyilván a te nevedet mondanák. Az a fajta elméleti megközelítési igény és elméleti igényesség, amely a te munkáidban látszik, ezzel én nagyon kevés helyen találkoztam. Tehát miután a többiek, mondom, főleg inkább csak a leírásokra koncentrálnak, nagyon kevés olyan munkát láttam, ahol megpróbálják magát a struktúrát is fölfedni, ami emögött van, illetve magának a háborúnak a működési mechanizmusát is. Most az én egyetemi tanulmányom során, egy szociológiát hallgattam, pszichológiát, egy nagyobb horizonton láttam, azt hiszem, a kérdéseket, és ezért tudtam sok minden vonatkozásban mást mondani, mint amit elődei mondtak. Na most már ez bizonyos fokig, amire céloztál az informális és formális elismerésnek a kérdése, hát miután ismered életem történetét,
Hát hogy is számíthatott volna egy ludovikás tiszt ebben a 40 évben valamilyen formális elismerésre? Természetesen nem számíthatott. És éppen azért, mert a szemléletem és gyakorlati működésem a hadtörténetben nagyon-nagyon lényegesen a társadalomra támaszkodott és a gazdaság életre. Ebből sokan azt a következtetést vonták le, sőt, volt egy ilyen jelző is, hogy egyetlen marxista hadtörténész Magyarországon a Perjes Géza. Vicces volt, de ez így volt. Tulajdonképpen, mert ugye az Unterba és Überba, szóval az alépítmény és a felépítmény kérdésében nekem természetes volt, hát kint voltam a fronton, hogy a katonának enni kell. Anélkül nem megy a dolog, hogy lőszer kell a hadcsatához. Szóval én nem a marxizmusból tanultam ezt, hanem ez egy természetes összeesése volt, azzal a ténnyel, hogy valójában a dolgoknak vannak materiális feltételei. Tehát így vívtam ki ezt a informális megbecsülést, aminek természetesen sok jelét azért nem nagyon láttam, rajtad kívül pár ember volt, aki ezt mondjuk nyíltan ki is fejezte. Ebbe a korba lépve, visszatekintve életemre, azt kell mondanom, hogy eredményes volt, mert olyan támpontokat kaptam életemben a katonaiskolában, Ludovikán, majd a tiszti szolgálatom alatt, amelyek iránypontokat adtak, követendő példákat adtak, és ez meghatározta nem csak szakmai munkámat, mint katonatiszt, hanem az emberekhez való viszonyomat is. A másik nagy hozama, jövedéke ennek a katonaiskolás nevelésnek és a tiszti pályának volt az, hogy elindulva a katonai tapasztalatom és ismereteimből egy egészen új tevékenységbe, a hadtörténet írásba tudtam gyökeret verni, és itt tudtam az élményeimet, tapasztalataimat földolgozni, foglalkozni Zrínyivel, Klazevicsel és Mohácssal és egyéb dolgokkal. Ez volt életemnek az értelme, és ettől mondhatom magamat tulajdonképpen boldog embernek.